Milyen céllal vágtatok neki az idei idénynek, és így az őszi forduló lezárásával ebből mennyit sikerült teljesítenetek? Ugye gyakorlatilag a kiemelt bajnokságba jutottunk fel, ugye a tavalyi év szereplése alapján. Ugye az alsó korosztály is ehhez nagyon sokat tett hozzá. Úgyhogy gyakorlatilag egy új csapatot kellett építeni, mert ugye hál' Istennek azok a játékosok 2003-as születésűek az NB3-as keretbe felkerültek, akik ugye kivívták ezt a teljesítményükkel. Ennek tükrében és ennek ellenére egyértelmű célként tűztük ki magunk elé, hogy a kiemelt bajnokságban az első 8 hely valamelyikét kell megcélozni, hogy a rájátszásban gyakorlatilag csak kiemelt akadémiai ellenfelek legyenek, akikkel olyan mérkőzéseket tudunk vívni, ami a fejlődést abszolút biztosítja a srácok számára. Elértük, 8. helyen végeztünk, gyakorlatilag voltak különböző ciklusai a szezonnak, kicsit hullámzott a teljesítmény, de végül is a célunkat elértük, és egy pici hiányérzetem van, mert minimum 4-5 pontot benne hagytunk. Ahogy Uri elmondta, lehet, hogy egy pár pont benn maradt. Hát lesz tavasszal is dolgunk, hogy ezt a pár pontot a tavaszi mérkőzések folyamán esetleg a javunkra döntjük el. Egy izgalmas 14 forduló vár ránk. Maga az, hogy ez a klubnak most ez volt az első éve ennek a korosztálynak a klubon belül, hogy mondjuk a kiemelt bajnokságba indulunk. Nekünk ez már egy nagyon nagy kihívás volt. Itt azért olyan csapatokkal kerültünk szembe itt a bajnokság folyamán, akik évek óta a kiemelt bajnokságban szerepelnek. Megpróbáltuk a mi csapatukat úgy felkészíteni, hogy ha van is különbség, az minimumra hozni. Mindkettőtől szeretném megkérdezni, hogy milyen volt hosszú év után egy derbin irányítani a csapatot. Igaz, hogy mini derbi, de irányíthattátok. Igen, az egyik bent hagyott két pont egyébként, pont ott volt. Hát igen, egy Újpest-Ferencváros, az gombfociba is. Tehát ott is neki kell ugrani, aki szembe pöckölli a gombokat, és jól elhagyja bugyálni. Azon a héten mi egyébként pont az ellenkezőjére készítettük őket, nehogy túlpörögjenek, mert mindenki várta, hogy ugye nagyon rég volt szerintünk itt az U19-es korosztályban ilyen mérkőzés. Nekünk egyébként majdnem minden mérkőzés egy kicsi időutazás, most az edzői duóról beszélek, ezért is szeretünk nagyon itt dolgozni, hogy olyan helyekre utazunk, ahol azért annak idején mi megfordultunk ellenfélként Diósgyőr, Debrecen, a Nyíregyházán kevésbé, tehát Fehérvár, mindenhol olyan ismerős arcok, tehát nekünk mindenhol presztízs mérkőzés, mert ha már a játékos pályafutásunk során össze-vissza vertük őket állandóan a pályán, akkor edzőként is szeretnénk, hogyha oda dörgölhetnénk ezeket nekik. Diósgyőrbe úgy utaztunk, hogy ha ott kikapunk, akkor nagyon nagy veszélybe kerül az a lehetőség, hogy a hátralévő két fordulóba kivívjuk még a lehetőséget a nyolcba jutásért. És ez is egy fontos dolog, hogy ebbe a korosztályban már kell ilyen is, kell a nyomás, kell a gyerekeken, hogy nyomás legyen, akárki akármit mond, hogy itt nem kell, meg nem ez számít, dehogy nem, főleg a mi mezünkbe. És nagyon-nagyon jól lehozták azt a mérkőzést, óriás. Ott egy nagyon jót futballoztak, és egy nagyon sima győzelmet arattunk. Ahogy Gyuri elmondta, mi próbáljuk a gyerekeket valahogy úgy nevelni, ezt a korosztályt már, hogy előbb-utóbb vége ennek a ifi korosztálynak, és hogy arra valahogy felkészíteni őket, hogy ha eljön az az idő, aki oda fog kerülni, az egy-két ember, bízunk benne, hogy mondjuk minél több, hogy igazából tényleg megélje azt a rangadót, amit ez képvisel a magyar labdarúgásban egy Újpest Fradi. Erre próbálunk mi picit ilyen támaszokat adni nekik, hogy körülbelül mire lehet ott számítani. Mert talán, ha megkérdezik, hogy mi volt akkor próbálunk egy-két sztorit elmondani. De mondom, ez azért fontos, mert már ebben a korosztályban igenis kell az a bizonyos nyomás, hogy Újpest szinten vagyunk. Nekünk azért itthon mindenféleképpen, de idegenben is úgy kell elmenni, hogy érezni kell az ellenfélnek, hogy az Újpest jött. Ünnepek, karácsony, új év. Hogy fogjátok tölteni? Szűk családi körben lesz valami kis mulatozás? Tehát abban van, hogy ott egy két napig eltűnünk a mezőny elől, de nagyjából a személy szerint a
szűk és nagy családi ünnep is lesz, mind a kettő. Nyilván szenteste a szűkebb, aztán utána országjárásba kezdünk, és várunk is vendégeket. Szilveszter, az pedig még talány. De vár ránk holnap egy óriási nagy évzáró. Jelen pillanatban ez a legnagyobb motiváció számunkra, hogy azt hibátlanul és a Újpesthez méltóan, meg a mi múltunkhoz méltóan oldjuk meg. Hát holnap lezárjuk itt az évet. Ez egy fontos, gondolom, egy kis sztorizás, kaja, jó hangulat, futball. Mindenki elmegy egy pár napra, karácsony, a szűk családi körbe, gyerekekkel, szülőkkel, és hát várjuk majd az új évet, és akkor jöhetnek a kihívások, tehát készülünk a következő szezonra.